Állatorvosi vizsgálat és kötelező inekciók várnak a 7 hete született dingókölyökre a nyíregyházi állatparkban. Bár ez már nem az első orvosi vizsgálata, mégis ilyetten tekint az őt körbeálló emberekre. Igazi különlegesség a dingókölyök születése, hiszen az országban egyedül a nyíregyházi állatparkban élnek az Ausztráliában 4000 éve őshonos állatok. A természetben populációik folyamatosan növekednek, mivel rendkívül ügyes vadászok és mindent elfogyasztanak, ami él és mozog. Csúcsragadozókról van szó, ezért óriási károkat okoznak Ausztrália helyi gazdáinak. A nyíregyházi állatpark kontinensenként mutatja be földünk élővilágát, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak például kengurúkat vagy kakadúkat mutassunk be a nagy közönséggel, hanem a csúcsragadozót is meg tudjuk mutatni, a dingókat, amely Ausztrália ikonikus vadkutyái. Ők 4000 évvel ezelőtt kerültek Ausztráliába, és nem egy válogatós népségről van szó, az ő menükben minden szerepel, a hüllőkön keresztül, az elszínes állatokon át, akár a juhokig, és éppen ezért igazából a fehér ember nem annyira kedveli őket ott az ős hazájukban, hiszen kíméletlenül írtják a júnyájakat. Az ellenük való védelkezésként például 5600 kilométeres kerítést hoztak létre. A 3 éve cseh állatkertből érkezett anyaállat 63 napnyi vemhesség után hozta világra egy kotorékban kicsinyét. A kölyök az első hónapot az anya által vágy búvóhelyen töltötte, ám most 7 hetes korában előmerészkedik rejtekéből, és előszeretettel mászkál szülei után a kifutóba. Mivel az utód egy kotorékba jött világra, ezért ilyenkor nem sokat tudnak a születés körülményeiről, a kölyök hangjára lettek figyelmesek. Az elés körülményeiről ilyenkor nem tudunk, hiszen kotorékban állik le az édesanyja. A kotorékot már hetekkel korábban elkezdi, először megkeresi a megfelelő helyet rá, aztán elkezdi kiásni, és hogyha biztonságban érzi ott a kölyköt, akkor ott valósul meg az ellés. Az ellésről így sosem tudunk, viszont a kölyöknek a hangjára lettünk figyelmesek, és a biztonságot keresve folyamatosan hurcolta a kölyköt, főleg esős időszak volt decemberben, amit a kölyök nagyon jól viselt, és hál' Istennek át is vészelt, és így láttuk azt, hogy gyarapszik. Majd utána az állatorvosi vizsgálatokon ellenőrizzük vissza ilyenkor a súlyát, illetve megkapja ugye a féreghajtót, meg a vakcinákat, illetve az egyedi azonosítót is, amire szüksége van itt a parkban. A dingó feltehetően a házi kutyából visszavadult fajta, amely a kutatók feltételezése szerint valamikor az emberek révén érkezett erre a földrészre. Évezredek óta vadon él Ausztrália területén, de előfordul Dél-Kelet-Ázsiában is.